Sok szeretettel köszöntöm a Mobile Learning YouTube csatornáját nézőit, amit mögöttem láttok, az nem más, mint az Alcatel A5 LED-nek a hátlapja, ami épp a hangomra reagál, ugyanis ez a készülék egy olyan telefon, amelyik így itt van a kezemben, és az az érdekessége ennek az Alcatelnek, hogy a hátlapja hát 35 darab LED-ből van kirakva. Hogy ennek mi az értelme, az mondjuk már más kérdés, és természetesen megpróbálunk erre is választ keresni, de alapvetően ez a kis videó arról fog szólni, hogy az A5 LED milyen telefon, milyen funkciói vannak, és egyáltalán érdemes megvásárolni. Tartsatok velem! Itt van az Alcatel A5 LED-nek a doboza, mi hát már a doboz is mutatja, hogy mit várhatunk majd akkor, hogyha kinyitjuk a csomagot. És ez tényleg igazolódik is, itt van a telefon és gyárilag az a hátlapű rajta, amin ugye ledek vannak. De ha picit beletúrunk a dobozba, akkor találunk itt mást is. Egyrészt rögtön van egy másik hátlapunk, ami hát ugye tökre ugyanaz, csak nincsen rajta ledek. És némi papírhalom természetesen, egy nagyon filléres headset, egy micro USB kábel és egy 1 amperes töltőfej tartozik még a csomagolásba. Ezeket egy picit tegyük félre és foglalkozunk először talán pont ezzel a hátlappal, ami ugye a telefonnak az érdekessége. Ha ugyanis bekapcsolom a készüléket, akkor van egy alkalmazásunk, a Light Show, amit hogyha megnyomok, akkor 4 fűre osztódik. Az elsőnél azt tudjuk beállítani, hogy milyen mintázatot mutasson akkor, hogyha zenét hallgatunk. A másikban van egy játék, ami hát elég primitív, itt az a lényeg, hogy minél hangosabban kell ordítani, mert az első kör. Mehetne. És ha én most beszélek, akkor elvileg a hátlapon kigyulladnak a lámpák, 10 másodpercen van, hogy ordibáljak, és annak megfelelő erősséggel mennek fel a lámpák, amennyire hangosan beszélek. És mindjárt jön a második kör. Most igazából elmondhatnám ugyanaz, de ezt direkt halkabban csinálom, annak érdekében, hogy a telefon egyértelműen meg tudja határozni, hogy melyik hangszín a hangosabb, és ebből egy eredményt tudjon hirdetni. Ez is mindjárt lemegy. És győzött az első kör 83,53 decibellel. Ez egy fantasztikus dolog. Tehát ez az első funkció ebben a Light Show-ba. Van a kezd életre funkció, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy kapunk itt egy matrixot, és amelyiket megnyomjuk, annak megfelelő hang és fény látszik. Kevés funkcionális értelmét látom, azt, hogy lehet rögzíteni ezt, amit itt okoskodunk. Illetve van egy sima zenésítsd meg, ami gyakorlatilag csak annyi, hogy el lehet indítani egy animációt a hátlapon. Lehet, hogy most egy kicsit demonstratív érdekek mentén lekapcsolom a fényeket, hogy jobban látszódjon, hogy milyen fantasztikus produkcióra képes ez az eszköz. Ugye itt van egy ilyen lángok nevű, van mondjuk az eső, közben a város fényei. Hát örülök, hogy nem ilyenek. Akkor át tudom kapcsolni a hullámokra, és van nekem mondjuk még országutam, ami ilyen, meg is őrülnék, hogy országút ilyen lenne. Vannak petárdák, roppant látványos, és van a ritmus, ami hát nagyon ritmusos. Úgyhogy ezek a tipikus mintázatok, amiket a hátsó ledek ki tudnak adni. Visszakapcsolom a fényt, hogy megmutathassak más dolgokat is. Ezt most leállítom, és visszalépek. Itt be tudjuk állítani, hogy milyen színeket vegyen föl a készülék, van egy ilyen Color Catcher nevű alkalmazás, ami arra jó, hogy mondjuk itt teszem ezt az izét, a dobozt, és azt mondom, hogy rögzítés, akkor ugye elindítja a kamerát, és a kamera ugye mutat ilyen színeket, és amikor én úgy érzem, hogy ezek a színek nekem tetszenek, akkor ezt megnyomom, előkészíti a mintát, kiválaszthatok egy olyan témát, amihez illeszkedik, azt mondom, hogy alkalmazom, és az új témát alkalmazza a készülék, és utána ezeket használja a hátsó felületen is, hát nélkül is meg lehet lenni, és itt pedig a notifikációkat tudom állítani, hogy a bejövő hívásnak milyen legyen az effektje, ezt lehet beállítani, illetve azt, hogy az alkalmazások közül melyik legyenek azok, amelyek értesítenek a LED sort használva, és egy riasztásnál is ki be lehet ezt kapcsolgatni. De és akkor nézzük meg ezt kicsit közelebbről, ez a hátlap micsoda, mert ugye a funkcionalitásban kb. Ennyit nyújt. Alapvetően, hogyha leszedem, mert le lehet szedni, akkor azt fogom látni, hogy ez egy ilyen elég vaskos dolog, ugye itt van az elektronika benne, és itt van a csatlakozó, ami ide kapcsolódik, ezen keresztül jutnak át az információk a hátlaphoz, hogy éppen mit kell csinálnia. És igazából, hogyha a másik hátlapot mellé rakom,
akkor azt mondjátok látni, hogy a másik hátlap, most talán kijön a különbség, ez jó 2 mm-re vékonyabb, és hát egy kicsit hajlékonyabb is, mert ez ugye elég mereve miatt az elektronika miatt, de ezt is rárakhatom, és attól egy karcsúbb telefonom lesz, de más különbség a két hátlap között egyébként nincsen, tehát mindenki a saját kedve szerint választhat. Most visszarakom rá ezt a speciális hátlapot. És akkor nézzük meg a telefont, ami egyébként egy tök középkategóriás készülék, van egy HD felmutású kijelzőnk itt a szemüllapon, alul egy kicsit vékonyabbak a kávák, felül picit vastagabbak, oldalról nézve átlagosak, hangerőszabályzó gombok, kijelzőkébe kapcsoló gomb, kamera plusz ledes villanó, közben hát látjátok milyen gyönyörűen világít ez itt, felül van egy jack csatlakozónk, alul pedig micro USB és két rácsocska, de abból csak az egyikből jön hang. Úgyhogy nagyjából ez a külső, ez plastikból készült, semmi különösebb trúváj nincs ezzel kapcsolatban. És a hardwareben sincsen semmi érdekesség, ez egy MT6753-as chipset, ugye ez van mondjuk a Verney Thor-ban. Egy tök középkategóriás valami, 2 giga RAM-mal, és ami nekem kifejezetten hiányzott az az új lenyomat olvasó, ami hát ezen az ár színvonalon már elég sokszor belefér a keretbe. Viszont azok nem világítanak hátul, hát valamit valamiért. És amit hát ugye láttatok az előbb, amikor leoperáltam a hátlapot, hogy mindenképp egy pozitívum, hogyha ezt most megint sikerül abszolválnom ezt a műveletet, akkor ugye az akkumulátorhoz nem férünk hozzá, de 2 SIM-kártyát és egy microSD-t be tudunk tenni, mind a 3-at egyszerre, tehát nem kell lemondjunk a memória bővítésről akkor, hogyha mind a 2 SIM-kártyát használjuk. Na, térjünk át egy kicsit a szoftveres részre, ami egy picit elszomorító, ez egy 6.0-as Android, pedig ez egy friss készülék relatív. Mennek megfelelően azért nem túlságosan izgalmas. Ugye van egy ilyen fehér alapú menünk, ami most itt ez a sárgás témát használja, mert ugye a Color Catcherrel ezt sikerült rögzítsük. A beállítások között nincs túl sok meglepetés, ugye a kézmozdulatokban van egy pár gesztusvezérlési okosság, illetve tudjuk a képernyőnek a színhőmérsékletét állítani, valamint ami még talán érdekes, hogy ha bemegyek a hang és értesítésbe, akkor van nekünk hangminőségjavítás opciónk, ami gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy meg tudjuk határozni, milyen típusú hangzással működjön a hangszóró és a fejhallgató, és a fejhallgatónak a típusát is ki tudjuk választani, ami valamelyest módosítja a hangzásképet. Nekem az volt a saját tapasztalatom, hogy a gumiharangos nevű az tűnik a legélettelibbnek, de hát ez nyilván egyéni ízlés kérdése, egy átlagos hangminőséget nyújt a készülék. A zenehallgatásnál természetesen a komplett hátlap elkezd villogni. Úgyhogy erre is képes ez a ledes hátsó rész, hogyha valakinek erre van igénye. Van egy FM rádió, ami csak a headset bedugásával működik, hiszen azt szolgál a rádió zsinórja gyanánt. És egyébként pedig van egy kameránk, amely kamera hát nem túlságosan sok opciót biztosít a számunkra, ugyanis hát tudunk kapcsolni videót, kérhetünk azonnali kollást, ami több képből állít össze valami végeredményt, és amikor a fényképet kérjük, akkor pedig itt a beállításoknál hát alapvetően a nagyon alapvető dolgokat tudjuk babrálni, ami mondjuk a kép felbontását illeti. Illetve, hogyha visszamegyek, akkor a HDR-t, az időzítőt, a vakút és az éjszakai módot tudom még kapcsolgatni, úgyhogy nagyjából ennyit nyújt, illetve itt vannak effektek, hogyha ilyen irányú igényeink lennének, akkor ezt meg tudjuk a segítségével valósítani. A hátlapon levő kamera 13 megapixeles, ugye? És az elkészült képeket, hogyha megnézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy ha a fényviszonyok rendben vannak, akkor ezek a fotók is rendben vannak. Ha belenagyítunk egy picit ezekbe, akkor is az látszik, hogy a vonalélesség úgy nagyjából oké, kicsit az zajosság az felüti a fejét, illetve hát ami inkább probléma, hogy nagyon szűk a dinamika tartomány, de egy olyan jó átlagosnak ez a kamera is megfelel. Az előlapi kamerában pedig az az érdekes, hogy kapott egy villanót is, ami ugye a sötétben készített selfie-hez jöhet jól. De igazából nem jön jól, mert sajnos ennek a minősége viszont jól elmarad attól, amit vártunk volna. Ha pedig videózni szeretnénk, akkor a hátlapi optikával Full HD felbontásban tudunk videózni. Erre is mutatunk itt egy példát. Ugye az a gond, hogy nincsen optikai képstabilizátor benne, ezért hogyha mozgó dolgot próbálunk meg videózni, illetve mi magunk is mozgunk a telefonnal, akkor bizony elég sok lesz a rázkódás, és sajnos itt is az a tapasztalat, hogy nem mindig találja el a fényviszonyokat a telefon, és néha túlságosan világosak lesznek a felvételek.
adatkommunikációs fronton nincsen semmi különleges a telefonban, ugye a 4G hálózatokon működik, az összes magyarországi szabványt ismeri. Ha a böngészőt elindítom, ami a Chrome, akkor viszonylag korrekt böngészési eredményt kapok. Főleg akkor, hogyha itt átvegyünk teljes verzióra, és akkor tényleg egy kicsit meg tudjuk izzasztani talán a rendszert. Hát nem tökéletes a sebessége, de igazából a célnak tökéletesen megfelel. Vannak benne kisebb fajta dadogások, akkor, hogyha komplexebb weboldalakat kell betölteni, de hát igazából ez a hardware-ről fakad valamelyest. Úgyhogy ilyen szempontból nincsen probléma. Az általános szoftverezettségről pedig azt kell tudni, hogy nem húzták ezúttal túl az alkateleseknek azt, hogy milyen szoftverek kerüljenek rá. Van rajta néhány social content, mint például a Facebook, az Instagram vagy a Messenger, és egyébként pedig ugye a Light Show az, ami még érdekes, mert ugye ez az, amit a átlapon kapcsolatos ledes dolgot irányítja. És ha a phone guardot elindítom, akkor ugye itt az alapvetően úgy néz ki, mint általában a telefonokon, ahol lehet mindenféle dolgokat intézni, tehát takarítani a cache-t, kilőni a háttérbe futó alkalmazásokat, vírusírtó is van benne adott esetben, az akkumulátoros üzemidőt is lehet egy kicsit kitolni, de ami érdekes, hogy van egy hardware diagnózis menüpont, de gyakorlatilag az MTK chipsetnek a saját service menüjének a grafikus leképzése, ugye ki tudunk mindenféle hardware elemet próbálni, most például a rezgést próbálja a telefon, és azt mondja, hogy hát tök jó rezeg. Úgyhogy ilyen dolgokat még esetleg diagnosztikai szempontból lehet futtatni rajta. De egyébként a szoftverek között nem találunk különösebb extrát, úgyhogy a VPS Office lehet megemlíteni, mint hozzáadott pluszt, illetve a téma áruházat, ahol nem csak a Color Catcherrel tudunk saját témákat létrehozni, hanem rengeteg online elérhető téma is van, amit le lehet tölteni a készülékre. Az üzemidő egy olyan másfél-két nap. Ha 20% alatt van az akkumulátor, akkor már nem hajlandó a ledeket itt villogtatni nekem, mert azt mondja, hogy sokat fogyaszt, ki lehet azért ezt bírni, és hát egyébként pedig átlagos használattal tényleg ezt a másfél napot irányoznánk elő, kicsit lassan lehet etetni ezzel az 1 amperes töltőfejjel, de igazából nem emelkedik ki sem negatív, sem pozitív irányba a középkategóriás egyéb modellek közül, úgyhogy az Alcatel A5 LED az így körülbelül ennyit nyújt. Összességében azt lehet mondani, hogy az Alcatel A5 LED, ez egy tök átlagos középkategóriás telefon, van benne egy MediaTek chipset, 2 GB RAM, egy HD felbontású kijelző, nincs rajta új lenyomatolvasó, ami okvetlenül hiányosság ebben az árkategóriában, és hát ugye azzal próbál kitűnni a tömegből, hogy megkapta ezt a ledekből álló hátlapot, ami hát abból a szempontból mindenképpen újszerű, hogy ilyen még nem nagyon volt a piacon, és az Alcatelnek is ez egy új terület. Olyan szempontból viszont nem mondanám újszerűnek, hogy kifejezett funkcionális pluszt nem nyújt egyébként a telefon használatához, hanem inkább csak egy ilyen jópofa gag, ami adott esetben növelheti a felhasználó élményt. Mi sokat gondolkodtunk azon, hogy mire lehet használni egy ilyen ledes hátlapot, ami tényleg gyakorlati szempontból is hasznos, és arra jutottunk, hogy a hallássérült vagy nagyot halló ügyfelek számára lehet jó, mert hogy esetleg nem látják meg a telefont, akkor is hogyha a teljes hátlapon valamiféle villogó animáció zajlik, akkor az felkelti a figyelmet arra, hogy itt a készülék éppen hívás érkezik, és nem maradnak le ilyen eseményekről. Más gyakorlati dolgot nagyon nem tudnék mellé mondani, de hát igazából nem is ez a lényege, hanem lehet, hogy inkább az a lényege, hogy amikor kirakjuk a polcra a telefonokat egy boltban egymás mellé, és minden egy készülék a kijelzővel az ügyfél felé néz, akkor lesz egy készülék, ami pont a hátlapjával néz az ügyfél felé, és ezen a hátlapon pedig el lehet indítani valamiféle animációt, ami a ledeket villogtatja, és hát eléggé biztos vagyok benne, hogy amikor az emberek oda mennek, hogy megnézzék a telefonokat, akkor biztos, hogy felkelti a figyelmüket egy ilyen villogó hátlap, és megnézik, hogy ez meg vajon mi a bánat, és még az is lehet, hogy egyfajta impulzus vásárlás keretében ezt megveszik ezt a készüléket, ami egyébként nem egy rossz telefon, de semmi kiemelkedőt nem nyújt, kicsit magasan van árazva elsősorban ugye a kínai konkurensekhez képest, de az Alcatelről is tudjuk, hogy alapvetően egy kínai cégről beszélünk. Ennek ellenére lehet nyilván sikere a piacon emiatt az ütős vagy érdekes hátlap miatt, hogy ez mennyire lesz így, az nyilván a jövő dönti el. Abban biztosak vagyunk, hogyha ez egy jól sikerült dolog és tényleg így alakul a dolog, akkor az Alcateltől fogunk még látni hasonló hátlapról kialakított telefonokat. Ha viszont nem jön más ilyen készülék a cég műhelyéből, akkor az azt is jelenti, hogy a ledes hátlap az nem váltotta be a hozzáfűzött potenciális érdeklődési reményeket. Ha ennél többet szeretnétek tudni a készülékről, akkor olvassátok el a mobilarena.hu-n levő tesztünket, amiben mérési eredményeket is találtok, tesztfotókat és videókat is közzéteszünk. Ha pedig még szeretnétek hasonló videókat nézni, akkor iratkozzatok fel a Mobilarena YouTube csatornájára. Én megköszönöm a figyelmet, sziasztok!